Igen, azt jó. Értem, de akkor honnan fogom, vagy mit? Mondja Tücsöknek. A klip rendezője Bodnár Boglárka instruálja a statisztákat az Agora nagy színpadán. Első videóklipjét forgatta ugyanis egy fiatal énekes Szolnokon. A gimnazista több helyi eseményen és az Én vagyok Szolnok című musicalben is megmutatta már tehetségét. A debütáló klip szinopszis a közös munka a barátokkal. Csifári Ábel a dekorációt álmodta meg. Boglárka és Ábel együttműködése nem új keletű, korábban is vettek már részt közös, filmes alkotómunkában. Ábel több méteres, mozgóvásznakra képzelte el a klip színes tájait és szereplőit. A dal hangulatához kicsit ez a mesés grafika illik, és körülbelül másfél hétig festettük, azt hiszem nagyjából 8 ember volt talán, de most nem tudom pontosan, akik dolgoztak ezen a projekten. A forgatás több hetes háttérmunka előzte meg. Nagyon sokáig festettük a vásznakat, és most ugye mindenki, aki valamilyen szinten támogat, vagy valamilyen szinten számítok rájuk, itt van, és segít nekem. És ennek én nagyon örülök, mert olyan, tehát, hogy maga a klip is így ad egy olyan hangulatot, hogy azok húzzák, és tolják ki a vásznakat, akik valamilyen szinten részt vesznek az életemben. A zene szeretete gyerekkora óta kíséri Jankát. 9 évig hegedült, 5 éve zongorázik, ukulelén pedig másfél éve játszik. Dalszerzéssel 3 éve foglalkozik. Janka most érzi elérkezettnek az időt arra, hogy megmutassa a világnak szerzeményeit. Jelenleg a Széchenyi Gimnázium drámatagozatos tanulója. A jövőben színésznőként vagy dalszerzőként látja magát.